rácsok mögött elítélte a bíróság azt a nőt, aki társaival együtt több mint 10 millió forintot csalt ki idősektől. Eukarisztia. Az 52. eukarisztikus kongresszushoz kapcsolódva nyílt meg a Galéria 12 Egyesület művészeinek kiállítása. Jön a 30. Budapest Borfesztivál, több mint 70 borászat mutatkozik be a budavári palotában. A budai híradót látják 19 órakor. Jó estét kívánok! Összesen 10 millió forint értékben csalt ki pénzt és ékszereket Budapesten élő idős emberektől az az unokázós banda, amelynek egyik tagját most elítélte a bíróság. A 26 éves nő volt a futár, vagyis ő találkozott a becsapott emberekkel, hogy átvegye tőlük a pénzt. Volt olyan idős nő, aki 4 millió forint értékben adott át ékszereket. Bilincsben vitték el a rendőrök azt a nőt, aki Budapesten élő idős emberektől pénzt csalt ki az úgynevezett unokázós trükkel. A nő egy bűnbanda tagjaként vett részt a csalásokban, ő volt a futár. Az elkövetők módszere az volt, hogy egy ismeretlen telefonáló, tehát az elkövetők egyike, telefonon felhívta a sértettet, és azt állította, hogy a rendőrségről telefonál, ugyanis a sértett gyermeke közúti balesetet okozott, amiben egy idős hölgy is megsérült. Azt közölte ezután a telefonáló, hogy a gyermekét csak akkor engedik el a rendőrségről, akkor védekezhet szabadlávon, hogyha 20 millió forint óvadékot kifizet a sértett. Ezután a telefonáló arra utasította a sértetteket, hogy egy előre megbeszélt helyre menjenek, gyűjtsék össze az értékeiket, amit otthon találnak, lehet ez készpénz és ékszer is, és ott várni fogja őket egy általa oda küldött hölgy. A pénzért, ékszerért a most bíróság elé állított 26 éves nő ment el. A városban lévő térfigyelő kamerák többször rögzítették, hogy éppen merre jár. Az egyik felvételen például az látszik, hogy átkutatja az egyik becsapott áldozat táskáját, majd rövid leltárt készít, közben a társaival telefonál. A csalók 2020. augusztusa és 2020. októbere között összesen 5 embert károsítottak meg, az első és a 11. kerületben is felbukkantak. A legidősebb áldozat 91 éves volt. Az idős emberektől összesen több mint 10 millió forintot vittek el. Volt olyan idős hölgy, aki a bűncselekményekben futárként résztvevő nőnek több mint 4 millió forint értékű ékszert adott át egy borítékban. A futár szerepét betöltő nőt elítélte a bíróság. Az illetékes kerületi ügyészség a 26 éves nővel szemben vádat emelt a bíróságon, és a vád eredményes volt. A bíróság elsőfokú ítéletet hozott a napokban. Bűnösnek mondta ki a nőt a vád szerinti bűncselekményekben, és ezért őt 2 év és 9 hónap szabadságvesztésre ítélte, valamint 3 évre eltiltotta a közügyek gyakorlásától. Az ítélet nem jogerős, az ügyészség súlyosításért fellebbezett. A fővárosi főügyészség szóvivője azt mondja, ugyan most már kevesebben dőlnek be az unokázós csalóknak, de ezzel együtt továbbra sem árt az óvatosság. Arra érdemes felhívni a figyelmet, hogy amennyiben valaki, egy főleg ugye az időskorúak, a kiszemelt áldozataik ezeknek a csalásoknak, tehát ha ilyen telefonhívást kapnak, amik jellemzően azért az esti órákban, vagy az akár az éjszaka közepén érkeznek ezek a hívások, ha ilyen hívást kapnak, akkor győző ödjenek meg a valóság tartalmáról, hívják fel a valódi hozzátartozójukat, illetve amennyiben gyanús a telefonhívás, akkor azonnal értesítsék a rendőrséget. A fiatalabb családtagoknak szintén érdemes beszélgetniük idősebb hozzátartozóikkal az unokázós csalók módszereiről. 4 nap, 56 bírság. Ez a mérlege a rendőrség második kerületben tartott akciójának. Az ellenőrzést lakossági panaszok miatt rendelték el. A napi 8 órában végzett akció célja az volt, hogy kiszűrjék a szabálytalanul közlekedő autósokat, akik másokra is veszélyt jelenthetnek. Az egyenruhások 40 autóssal szemben indítottak közigazgatási eljárást a gyorshajtás miatt. 11 helyszíni bírságot szabtak ki a buszsáv jogosulatlan használata, kanyarodási és előzési szabályok megsértése, valamint záróvonal átlépése miatt. 5 sofőr figyelmen kívül hagyta a behajtani tilos jelzőtáblát, ezért velük szemben közigazgatási bírságot szabtak ki. Különböző műszaki hibák miatt 13 BKV busz és 5 trolibusz közlekedését azonnal megtiltotta a fővárosi kormányhivatal. A szakemberek összesen 46 járművet ellenőriztek.
Volt, hogy a fék nem működött megfelelően, és olyan eset is előfordult, hogy a futómű vagy a kormányberendezés volt hibás. A BKV azt közölte, az érintett járművek többségének átlag életkorát 16 és 33 év között alakult. A cég szerint forgalomban csak olyan jármű kerül, amely megfelel a hatósági szabályoknak, és nem veszélyezteti a közlekedés biztonságos fenntartását. Enyhén csökkent a szennyvíz koronavírus koncentrációja, ezt mutatták a Nemzeti Népegészségügyi Központ legutóbbi laborvizsgálatai. Az elmúlt héten a mérések alacsony vírus koncentrációt mértek, a fővárosban pedig enyhe csökkenés figyelhető meg. A vizsgálat azért fontos, mert a szennyvíz adatokból következtetni lehet a megbetegedések számának alakulására. Újabb 345 magyar állampolgárnál mutatták ki a koronavírus fertőzést, és meghalt 3 beteg. A koronavírus.gov.hu-n közölt adatok szerint az aktív fertőzöttek száma 5798 fő. Kórházban 215 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 26-an vannak lélegeztetőgépen. Nem köti védettségi igazolványhoz a kollégiumi beköltözést az Óbudai Egyetem, azonban azt javasolják a hallgatóknak, hogy kérjék a koronavírus elleni védőoltást. A kollégiumokban karanténszobát alakította ki arra az esetre, hogy el tudják különíteni a megfertőződött hallgatókat. A külföldi diákoknak pedig ingyenes PCR-tesztet biztosítanak. Gyakrabban indul szombattól a 100 eljelzésű reptéri gyorsjárat. 30 helyett 20 percenként indulnak majd a buszok a végállomásokról. A buszok emellett hosszabb ideig is közlekednek, igazodva a repülőjáratok menetrendjéhez. Az 52. eukarisztikus kongresszushoz kapcsolódva nyílt kiállítás a Galéria 12 Egyesület művészeinek válogatott alkotásaiból. A festményeket, textilmunkákat felvonultató tárlat a Momkult Reich Károly galériáján látható. Az összetartozás fontosságára hívjuk fel a figyelmet, mondta Borza Terész szobrász, porcelánművész, a Galéria 12 Egyesület képviselője, akit még a tavalyi évben kértek fel a szervezők, hogy vegyen részt az eukarisztikus kongresszuson. A Momkultban megtekinthető tárlat rendezője kiemelte, a látogatóknak nem csak az összetartozás élményét, hanem a továbbadását is szeretnék megmutatni ezzel a kiállítással, amit maga a rendezvénysorozat is erősít. Összesen 6 művész munkái láthatóak a Momkult vendégkiállításán, akik a képzőművészet több területét képviselik. Festő, szobrász és textilművészek munkáit választották ki. Mindenkinek meghagytuk a szabadságot, hogy mire fókuszál, mire rezonál. Igazából az eukarisztiára, magára, az oltári szentségre gondolunk. Jelen esetben többen, mint ezt az ostya képet, jelképet ábrázolja. Én viszont arra gondoltam, hogy az eukarisztiának a születésére is gondolni kell, ugyanis az a húsvétnak a legszebb egyik ünnepe, a nagy csütörtök, az utolsó vasora. A porcelán és szobrászművész Borza Terész 2017-es Húsvét titka című kiállításából hozta el az utolsó vacsora terme című installációját. Itt a legelején látni a tetején, ugye ezt az üvegből, rogyasztott üvegből készült keresztet, és rajta porcelánból azt a leppel részt, ami a nagy csütörtöki jelkép tulajdonképpen, mert ugye mit meséltem, hogy itt még nem történt meg a kereszt halál, de már sajnos meg fog történni, illetve nem sajnos, mert ő a megváltónk, és ő azért is vállalta magára a keresztet, és ezt mind szeretetből tette. Tehát pont ezt a szeretetet és békét kellene nekünk a mai világba felfogni. Ez valahogy el fog jutni szerintem, a kongresszus nagyon szépen utal rá, minden nap más a téma. Pont ma hallottam a remény napján, hogy hát az embereknek nagyon sok reményt kell adni. Az együvé tartozás és az Istennel, illetve az anyagi világon túlival való találkozás vezérmotívumokként vannak jelen. Az áltozati kehely, a hal jelképe és a kibomló felszelt kenyér, mint keresztény szimbólumok egyaránt megjelennek. Így kapcsolódik az egyik kép története a másikba. Képileg nekünk, művészeknek tovább kell valamit adni. Azoknak is, akik esetleg nem értik úgy a Bibliát. Nagyon szép idézet jutott eszembe, hogy a lelket várom, az ihletőt, aki megihleti az alkotót, és alkottat velünk minden jót. Tehát ez egy második készfogás a Biblia után az emberek felé.
tehát átadunk valamit. Talán érthetőbbek. A Galéria 12 művészeinek válogatása szeptember 30-ig tekinthető meg a Momkultban. Szakmai programokkal, koncertekkel és különleges borokkal várja a látogatókat az idei, immár 30. Budapest Borfesztivál. A mustrán több mint 70 hazai borászat mutatkozik be a budavári palotában. Nem mindennapi környezet és persze különleges borok. A Budapest Borfesztivál idén ünnepli 30. születésnapját, szeptember 23 és 26 között a budavári palotában. A bormustrán idén több mint 70 hazai pincészet mutatkozik be az ország minden tájáról. A díszvendég régió pedig az ország egyik legkisebb történelmi borvidéke, Somló lesz, amely tucatnyi borászattal képviselteti magát. A fesztivál egyik fontos célja, hogy bemutatkozási lehetőséget biztosítson a hazai bortermelők számára. A 30. jubileumi borfesztivál, Budapest Borfesztivál nyilván igyekszik sok új programmal kedveskedni az évforduló alkalmával. Ezeknek a programoknak, új programoknak a szakmai részéből örömmel emelem ki, hogy egy nemzetközi borverseny is a cégünk által megvalósított program, a Vinagóra nemzetközi borverseny, és ennek mindenében vannak felfedezett olyan új borászai, bortermékei, amelyeket külön kiállítunk, és ezeknek a megismerésére invitáljuk a közönségünket. Ezt egy ilyen kiemelt programnak tekintem a Borfesztivál idei alkalmával. A rendezvényt különleges zenei programok színesítik majd. Két színpadon minden nap más és más zenei stílusú koncertek várják a látogatókat. Többek között a 30 éves Csík zenekar is fellép a fesztiválon. Ők idén LGT feldolgozásokkal is készülnek. Bor és a magyar népzene az egyértelmű, hogy összetartozik. Nem csak a népdalokban, vagy nótákban, hanem egyáltalán a családünnepek bármilyen igazi jó mulatságoknak fontos része volt a jó bor. A budavári palotában zajló rekonstrukciós munkálatok miatt a borfesztivál részben új helyszínre költözik. A kulturális örökség napjain, tehát szeptember 16-17-i hétvégén a Csikós udvart, a Lovardát, a Stöklő lépcsőt és a Palota utat az Oroszlános udvarral összekötő akadálymentes közlekedési tengelyt át tudjuk adni a nagyközönségnek, és én azt gondolom, hogy a borfesztivál az egy tökéletes alkalom lesz arra, hogy a nagyközönség valóban használatba vegye a területet. A mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős államtitkár szerint az elmúlt másfél évben még jobban felértékelődtek a találkozási pontok a termelők és a fogyasztók között. Feldman Zsolt elmondta, a kormány most új nemzetközi bormarketing programot indít. Erre 2025-ig évi 715 millió forintot biztosítanak. Miért fontos ez nagyoknak és kicsiknek egyaránt? Azért, mert a mostani pandémiás időszak megmutatta, hogy bizony a kisebb borászatok, akik vendéglátásban, turizmusban, vagy a saját értékesítésben értékesítik a borokat, számukra kulcsfontosságú nem csak a gazdaság újranyitása, a találkozások lehetőségének a megteremtése, hanem a másik oldalon a piacra jutás csatornáinak a szélesítése. Ebben tudunk és szeretnénk segíteni a magyar borágazatnak. A Budapest Borfesztivál karitatív célokat is szolgál. A jótékonysági borárverés bevételéből egy új mentőautót vásárolnak a máltai szeretetszolgálat számára. Moholy nagy kutatószobával bővült a MOME könyvtára. Az új kutatószoba lehetőséget ad arra, hogy bárki elmélyedjen az egykori Bauhaus iskola kiemelkedő tanárának munkásságában, illetve a könyvek, levelek, CD-k és doktori disszertációk révén akár újabb kutatások is elindulhatnak. Híradónkat, riportjainkat visszanézhetik honlapunkon a hegyvidéktv.hu-n. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!